lehessen bevenni egy mesterek, hogy Zsibecski, hogy járnak a vendégek játékosan, Juan Carlos Pászor, a Malt Visszeget Fénylelektelen, a Sámán pedig Malt Visszeget csapatkapitánya. Megkérdem a vendégek Dear ladies and gentlemen, let us look at the press conference held after the VLUXHF Champions League match between Malpi Szeged and Orlen Wisla Plock. The gentleman at the table is Piotr Przyzhevetsky, head coach of Plock, Adam Borbély, goalkeeper of Plock, Juan Carlos Pastor, head coach of Malpi Szeged, and Jonas Sherman, captain of Malpi Szeged. Please, Mr. Przyzhevetsky, tell us your feelings about the match. Good evening, everybody. First of all, thanks a lot for this game. I think fair and tough game for both teams. We were in the situation that we played a lot of games and we were close to win these games. And we need these points a lot. And it was everybody saw that today, tonight on the court that we want to win as a team. And we tried to use every opportunity to win this game. It was one very important moment in the second half. Big Szeged started to lead with 3 goals. But we standing together, Adam Borbély, I think he played amazing this last 10 minutes. And we did it, and I'm very proud because of my team, because of my players. And I want to say good luck for the future for my team, for Coach Pastor, and Big Szeged. Thanks a lot. Úgy gondolja, hogy egy kemény, de fair mérkőzést játszottak. Az utóbbi mérkőzéseken mindig nagyon közel álltak a győzelemhez, de végül vesztesen hagyták el a pályát. Ma nagyon akarták a 2 pontot, úgy gondolja, hogy ez látszott is a teljesítményükön, harcoltak érte. Úgy gondolja, hogy Ádám nagyon jól szállt be a második fél időben, és nagyon nagyot lökött a csapaton, amikor a Szeged 3 góllal is vezetett. Sok sikert kíván a Szegednek a továbbiakhoz. Köszönöm. 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 Mr. Van Carlos Pastor, please tell us your feelings about this. Enhorabuena. Congratulations. Enhorabuena. Applause for the partido. Gratulál a Plotsnak a jó meccsen. Congratulations for Plots for the victory. Nos ha costado entrar en el partido, ¿no? Por la situación de ansiedad, de tener que, también que ganar, ¿no? Llevamos muchos partidos perdidos. Nem jó kezdtük a meccset, látszik, hogy görcsösen kezdtük a meccset, mert ugye olyan helyzetben vagyunk, hogy már régóta nem nyerünk egy fontos meccset. We didn't start the match good because the pressure was able to be seen on the players, because for some matches we are not on the victory's way. Yo creo que el equipo se recompuso y luchó y trabajó mucho para ganar el partido y nos pusimos 3 arriba. Összeszedte a csapat magát a második fél időben, és mindent megtett azért, hogy megnyerjük ezt a meccset, és a második fél időben 3 góllal is tudtunk vezetni. The team got together in the second half and was doing everything that it could to win the match, and we were able to lead by 3 goals. Perdimos 2 balones, se nos pusieron cerca. 2 labdaveszítésünk volt, és közeled jöttek a meccsnek. És ahogy mondta a Plock edző is, a végén rengeteg lövést kihagytunk, és ezen ment. After we had 2 lost balls and the Plock was able to get closer, and in the final minutes of the match we missed a lot of shots, and that is why we lost. Hemos fallado 4 penaltis en el partido, un lanzamiento que estaba vacía, en un partido igualado, hasta el final la diferencia ha sido meter el gol y ponernos por delante, y al final se han puesto ellos. Hát 4 7 méterest is kihagytunk, egy üres kapus lövésünk is ugye, nem volt jó, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez volt a különbség a meccsen. Ha ezeket be tudjuk lőni, akkor simán lehetett volna nyerni. We missed 4 penalties and also 1 empty goal shot was missed. If we scored these 5 possibilities, then it would have been an easier match. Először is üdvözölnek mindenkit, és gratulálnak a Szegedhez, Szegednek. Ez egy nagyon fontos mérkőzés volt számunkra, hiszen most életbe tudtuk tartani a reményeinket a továbbjutásba, aminek nagyon örülök a győzelem mellett, hogy a legelső perctől úgy mentünk ki a pályára, hogy harcoltunk védekezésbe, és nem ismertünk lehetetlen, és szerintem jelen pillanatban ez volt a legfontosabb nekünk, hogy kicsit a agyakat átállítsuk.
And now Adam Borbély, goalkeeper of Plotsk, when he started the match, the lead was turned. First of all, he would like to welcome everybody and would like to congratulate Szeged. He says that he's very happy about the fact that when they went to the court, everybody was fighting for the victory and that they kept alive their possibility to qualify for the last 16. És szerintem nem kell elmondani szavakba, hogy nekünk mit jelentett ez a győzelem, hiszen a lefolyás után egyből látszódott a pályán. He believes that there is no need for words to show how much this victory meant to them, because after the final whistle you could see it on the court. És reménykedem, hogy ez a győzelem segít minket átlendülni ezen a holdponton, és a február, amikor kezdődnek az új mérkőzések, akkor ugyanezen a szinten fogunk tudni tovább pörögni, és tovább jutni a csoportból. And he hopes that this victory is going to help them also in February to perform on the same level and qualify from the group to the last 16. Gondolom nem egyszerű feladat ilyenkor megszólalni a másnak, önöknek sem, de gondolom is akkor volt, hogy akkor kikaptunk. Ez nagyon fájó vereség, amely megint. And now I was Shannon, captain of Plotsk Szeged. We believe that it is not easy to find the words after today and we're here last time also after the defeat. What do you think? No, good evening everybody. Congratulations to the victory, first of all. No, it's not easy. The trainers are doing a great work, the players and the team, we are really trying, we are doing the trainings good, we have a little bit bad luck, and in the end it's a hard situation right now. We have lost a lot of games, the self-confidence is down. Gratulálni szeretne a Plotsknak, nagyon nehéz szavakat találnia most, ahogy gondolja, hogy az edző nagyon jó munkát végez, a csapat mindent megtesz a siker érdekében, azonban nagyon mély ponton vagyunk, nagyon sok mérkőzést vesztettünk, nincsen bizalmunk. But I have been in worse situations. I have been in worse situation. And I believe in the coaches and I believe in the team that we can turn this to something positive in the end. De volt már rosszabb helyzetben is, és azt gondolja az edzőkkel egyetemben, hogy a csapatban meg kell bízni, és hogy meg tudják fordítani ezt a helyzetet. We will continue to work and do our best, that's no doubt. But I really want our fans to be with us, because in this situation, when you're losing, is when you really, really need our fans. De dolgozni fognak tovább, mindent meg fognak tenni azért, hogy visszatérjenek a győzelmi útra. Az viszont úgy gondolja, hogy szükségük van a szurkolók segítségére, amivel az ilyen időben tudják a szurkolók is segíteni a csapatot, akkor van rájuk a legnagyobb szükség. And I promise that we will do our best for the last games that we have in the Hungarian League. And I really hope that our fans will be there in our backs and help us. És meg tudja ígérni, hogy a hátralévő mérkőzéseken mindent meg fog tenni ezért, és bízik benne, hogy a szurkolók mögéjük állnak. Thank you so much. Köszönöm szépen. Van egy kérdésetek? Questions? Megfordult a fejével mesternek, hogy feladja, illetve abba hagyja, illetve hogyha nem, akkor mivel látja a kiutat, nem a szájában kapcsolatban. Ezt az utolsó nem értettem, mit mondtam. Nem szeretnénk szájában mérte semmit, csak megfordult a fejébe, hogy feladja is. Mit jelent ez? Nem értem, hogy nem akarod a szájába. Ezt nem értem. Csak ezt kérdezni. Nem vagyok itt kényszít, szerintem ebben. Bueno, que si has pensado dejar todo esto, y si no, ¿cómo ves la salida o qué hay que hacer para salir de esta situación? ¿Cómo voy a pensar en dejarlo? Hogy gondolja? Hát ő sose fogja átadni a törölközőt, úgyhogy... Yo creo mucho en mis ideas. Y muero con ellas. No muero, vivo con ellas. Hát ő bízik abban, amit csinál és a munkájába, úgyhogy ebből élt eddig is. Most is elégenando. Luchando como hoy. Y teniendo un poquito de suerte.
en el momento decisivo para ganar el partido. Y acierto, acierto. Csak is úgy tudunk kijönni ebből a hullámvölgyből, hogyha nyerünk egy nyert meccs után. Azt gondolja, hogy ma előreléptünk, jobban játszottunk, de kellett volna egy kis szerencse is hozzá, hogy meg tudjuk nyerni a meccset, és hát nem szerencse, hanem pontosabban játszani. Köszönöm szépen, hogy megtaláltad a kérdést. Köszönöm.